Az orosz elnök szerint a nyugati társadalmak alapját képező értékek magukat a nyugati országokat gyengítik. Vladimir Putyin a Financial Times-nak beszélt arról, mit gondol a liberális eszmékről. A liberális eszme feltételezi, hogy semmit sem kell tenni. A migránsok gyilkolhatnak, rabolhatnak és erőszakolhatnak büntetlenül, mert a jogaikat védeni kell. Miféle jogokat? Minden büntettet meg kell büntetni. Szóval a liberális eszme elavult, ellentétes az emberek túlnyomó többségének érdekeivel, fogalmazott Putyin elnök. Az interjúra hasonlóan kemény hangú választ adott az európai értékek egyik ismert védelmezője a Twitteren. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ezt írta, nem értek egyet Putyin elnökkel abban, hogy a liberalizmus elavult. Szerintem az autorizmus, a személyi kultusz és az oligarchák világa az elavult. Az orosz elnök részt vesz az oszakai G20-as csúcson is. Vladimir Putyin az előre tervezetnél hosszabb külön tárgyalást folytatott az amerikai elnökkel.